A gyerekekre is gondoltak az új szabadidő sportközpont kialakításánál Nyíregyházán. A kétszintes komplexum fitness terme most még üres, de hamarosan az eszközök is a helyükre kerülnek. Ez az épület is része a városi stadionban zajló fejlesztésnek. A beruházás előkészületei 4 éve kezdődtek. Bár most még tartanak a munkálatok, szeptember végére minden elkészül, a felújítás végösszege pedig közel 20 milliárd forint lesz. Itt azért sok minden járulékos fejlesztés is megvalósult, például ez a 3 műfős kis pályás foci sem tartozik közvetlenül a stadionhoz, de ilyen megállapodást kötöttünk, és ott van az aréna, az új aréna körül ugye egy rekordtáv futópálya, 630 méter hosszan, 1,5 méter szélességgel. Mi az önkormányzati forrásból is hozzátettünk, ugye a röplabda pálya, a streetball pálya megújult, itt volt az első szabadtéri kondipark, azt is felújította a NVV, és még itt a labdafogó hálók lesznek teljes körülön elkészítve. A nagy beruházás keretében megláthatjuk az új kerítést, amire nagyon-nagyon szükség volt a városkép szempontjából is. Az is elkészül a jövő hét végéig, azt mondták nekem. Tehát ez egy ténylegesen egy komplex beruházás. Ennek legnagyobb eleme a városi stadion, amely modern, UEFA minősítésű, ráadásul 2 helyen kivehető mobilpadokat helyeztek el. Így akár színpad is építhető az arénába, és koncerteket is lehet ide szervezni. Az utánpótlás csapatok pedig a műfűves kispálya elkészülését várták nagyon, mert a munkák ideje alatt pályahiány volt Nyíregyházán. A város vezetésének jó voltából 3 műfűves pályát kapott a kispályás bajnokság, és ez óriási segítség lesz nekünk, hiszen az esők miatt a salakon fantasztikusan sok mérkőzés maradt el. Itt viszont akkor is játszani fogunk, hogyha felhőszakadás lesz, csak ne legyenek villámok, mert akkor úgyis pihentetjük, de az rövid időn belül elmúlik, és akkor folytatjuk. Tehát nagyon kevés elmaradt mérkőzés lesz, de emellett még ugyanúgy fogjuk használni a 3 salakpályát, a DE és az F pályán is, vagy még van egy kis műfűves pályánk a Sóstói út mellett. A polgármester kezdőrugása után az új műfűves pályákon elkezdődött a Decathlon Sajember városi kispályás bajnokság 102 csapat részvételével. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban közel 3000 ember focizik majd az új nyíregyházi pályákon.